Shinji Mikami nevét nagyon kevés embernek kell bemutatni. Resident Evil első három részét például ő alkotta meg. Később visszahívták a negyedik rész megalkodásához is, ahol egy olyat tett le az asztalra, ami mai napig meghatározza a hasonló műfajú játékok kinézetét és játékmenetét. Ezek után nem csoda, hogy miután bejelentette, hogy új játékon dolgozik, tűkönülve várta a játékos közösség, hogy ebből mégis mi fog kisülni, többek között én is. Hála a játék hazai forgalmazójának, a Sega Hungarynek, most az első hazai PS4-es teszt is elkészül a játékból. Én Ash vagyok a túlélő közösségéből, ez pedig az Evil Within. A játék elején már belecsöppenünk a történések kellős közepébe. Bár az indító képsorokból úgy tűnhet, hogy egy tipikus detektív belekeveredik a természetfeletti dolgokba történettel állunk szemben, valójában rögtön az elejétől egy kicsikét más irányt vesz az egész, és szépen lassan ki fog derülni, hogy sokkal több minden van itt a háttérben, mint ami elsőre látszik. Az intro utáni első másodpercektől olyan hangulatot tudott varázsolni a játék, amit nagyon régen nem tapasztaltam egyetlen egy új game-nél sem. Itt is látszik, hogy igyekeztek megfelelni a nagyon kritikus szemmel figyelő régi rajongókra. Többek között a játék első egy órájában egy olyan Resident Evil-ös húsvéti tojás van elrejtve, hogy leestünk a székről, amikor láttuk. Egy nagyon erős kezdés után kicsikét leül a játék ugyan, de pusztán csak azért, hogy még durvábban térjen vissza, és a harmadik fejezettől olyan pörgés van végig, hogy csak kapkodtam a fejemet az események után. Szerencsére az irányítás alkalmazkodik a játékmenethez. A mozgás kényelmes, a harc logikus, a kameramozgás pedig teljes mértékben rendben van. Mivel a játék nagyban épít a lopakodásra és a nézelődésre, nem nagyon lesz olyan, hogy azt nem látjuk, amit szeretnénk. Ez kell is, mivel a játékban rengeteg csapda van elhelyezve, amivel egy óvatlan mozdulattal simán belesétálhatunk. Viszont akár le is szerelhetjük, amiért pontokat fogunk kapni, majd ezeket a pontokat később kraftolásra tudjuk fordítani, így hozhatunk össze magunknak új fegyvereket a régiek helyett. A kinézet egy kicsikét felemás, de csak azért, mert úgy gondolom, hogy igazán hozhattak volna össze jobbat is. A széles vásznú képpel ugyan kicsikét nehezen barátkoztam meg, de ez még egészen megszokható. A karakterek nagyon gyönyörűen vannak kidolgozva, csak úgy, mint az ellenfelek. Pontosan úgy néznek ki, mint hogyha egy Clive Barker filmből léptek volna ki, ami azért igencsak megdobja a dolgokat. Az animációk gyönyörűen rendben vannak, de hát ez nem is csoda, mivel hogy élő szereplőkkel rögzítették valamennyit. Az egyetlen egy problémám az, hogy a fal és a terep mintázatra annyira nem fordítottak túlságosan nagy figyelmet, viszont nagy vonalakban még ezek is szépek, és gyakorlatilag annyira nem lesz időnk nézelődni a környezetben, hogy az félelmetes, innentől kezdve pedig ez annyira nem zavaró. Az ellenfeleink annál inkább le fogják kötni a figyelmünket, főleg azért, mert inkább bujkálnunk kell majd előlük, mint hogy harcolni velük, bár azért az utóbbiból is bőven ki fog jutni. Támadóink különböző erősségeit és gyengeségeit egy idő után ki lehet figyelgetni, de még így is nagyon úgy tűnik, hogy a játék egyszerűen tanul tőlünk. Előfordult, hogy kétszer sikerült az ellenfeleket csapdába csalnom, majd a harmadik miután ezt látta, fogta magát, megkerülte az egészet és bemászott a hátam mögött egy ablakon. Na, ilyet sem nagyon láttam még játéktól eddig. Többek között emiatt hozza vissza a túlélő horroroknak az érzését, mert egyszerűen nem érezhetjük biztonságban magunkat soha. Hogyha egyáltalán kapunk hatalmas mennyiségű fegyverarzenált és gyógyszereket, a játék gondoskodik róla, hogy olyan ellenfelekkel kerüljünk szembe, hogy másfél perc alatt ledaráljuk a készleteinket gyakorlatilag a minimumra. Ezen kívül sem kapunk túlságosan sok fegyvert, sem gyógyszert, és tényleg inkább lopakodni kell és taktikázni az ellenfeleinkkel szemben, sokszor a terepet is ki kell használni, sőt, hogyha nem sikerül véglegesen megszabadulnunk az ellenfeleinktől, egy idő után fogják magukat és újjáélednek. Erre csodás megoldás a gyufa, amiből kevés lehet nálunk, viszont igencsak hasznos. Érdemes viszont végig gondolni, mikor használjuk, és érdemesebb itt is taktikázni és inkább halomba gyűjteni az elleneket és egyszerre megszabadulni tőlük, mivel hogy ugyanúgy, mint ahogy a fegyvereket, lőszereket, a gyufákat sem méri túlságosan bőkezően a game. Ennek ellenére vagy éppen ezért volt egy olyan pillanat, amikor csupán a gyufával tudtunk harcolni egy szörny ellen, egyszerűen egy zseniális húzás volt a feszültség föntartására. Egyébként a legtöbb fő ellenségre jellemző, hogy saját taktika kell hozzá és igencsak meg fog izzasztani minket, mire végre a végére érünk. Sőt, az sem egy túlságosan meglepő helyzet, amikor igencsak kifolytak a készleteitek, mire végre oda juttuk egy hatalmas nagy dökhöz, akit valahogy le kéne ölni. Természetesen kiút mindig van az ilyen helyzetekből, viszont a játék szerencsére nem fogja a kezünket. Ez is hozzátartozik az élményhez, hogy kitaláljátok, hogy mit, hogyan kell megoldani, és itt ismét megmutatkozik a játéknak az ereje.
A másik, ami hatalmasat dob a hangulaton, az a történet. Ugyan nagyon lassan bontakozik ki, sőt az utóbbi évek tendenciáihoz képest kifejezetten lassan, de hát ugye régen is ezért szerettük meg a műfajt. Itt is apránként tudjuk összerakni a történetet utalásokból, helyszínekből, elbeszélésekből, képekből, levelekből, újságcikkekből. Sőt, gyakran előfordul, hogy különböző Silent Hill-féle világváltások alkalmával főhősünk egyszerűen elkezd halucinálni. Ennek persze az egyik oka, hogy már megint mocskos módon féljünk, viszont annyi utalás van az ilyen világokban elrejtve, hogy egyszerűen nem lehet elmenni mellettük szó nélkül. Hogyha valaki figyel a részletekre, eléggé gyorsan össze tudja majd rakni, hogy mi miért történik, viszont igazából csak a végére fog kiderülni a teljes történet. Éppen ezért bármennyire is frusztráló tud lenni néha a játék, mert hogy sajnálatos módon a checkpoint rendszer miatt néha előfordul, hogy 10 perceket is újra kell csinálni, hogyha valamit elbénáztunk. Egyszerűen a történet bárkit magába tud cippantani, és muszáj tovább tolni, hogy kiderüljön a vége. A végszó pedig igencsak messze van. Az Evil Within egy nagyon hangulatos, viszont nagyon nehéz játék. Még casual, azaz a legkönnyebb fokozaton is 15-20 órát biztos, hogy bele fogtok ölni a játékba, mire a végére juttok. Többek között azért, mert hiába egyszerűbbek az ellenfelek, ugyanúgy taktikázni kell, és ugyanúgy problémát okoz, amikor rátok rondanak 15-20-an. Hogyha ehhez hozzáveszünk még a DLC-ként hozzáférhető 2 plusz játékmódot, akkor viszont igencsak bele lehet ölni legalább egy 30 órát a játékba, és még nem beszéltünk az újrajátszásokról vagy a nehezített módokról. Az első igen pozitív benyomásaink után 9 pontot adunk a játéknak. Hogy ezt a későbbi tartalmak mennyivel fogják módosítani, azt pedig majd az idő eldönti. Sziasztok!